Sziasztok, Pető Andi vagyok, és ez itt a Hello TV 18 magazin. Ma két filmet láthattok a nyári médiakurzus hallgatóitól. Remélem, izgalmasnak fogjátok tartani, hiszen a következő negyed órában két nagyon különböző tartalmat kínálunk. A klasszikus zene tanulásának műhelye és a híres emberek kerületi kötődése kerül ma terítékre. Elsőként Simon Anna és Simon Dia mutatja be szubjektív szemmel a Dohnányi Zeneiskolát. Múlt, jelen, jövő, ahogy az érintettek látják. Sikertörténet egy zeneiskoláról, amely Pesszent Imre kulturális életének egyik támpillére lett. Egy hely, ami a mi szívünknek is kedves, hisz mi is eltöltöttünk itt jó néhány évet. A médiakurzus keretein belül azt a feladatot kaptuk, hogy mutassuk be a 18. kerületi élet egy kis szeletét. Saját élményeinkre támaszkodva, a Dohnányi Ernő Zeneiskola jó hírnevével, családias közösségével, valamint kiváló eredményeivel, és nem utolsó sorban jövőjével foglalkozunk. Simon Anna vagyok. Én pedig Simon Dianna. Kohán István tanárulnál kezdtünk el klarnétozni, később pedig a zenekarban is sokáig játszottunk. Jelenleg a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatjuk tanulmányainkat. Mindkettőnknek a Dohnányi jelentette az ugródeszkát. A 18. kerületi állami zeneiskola 1969-ben önállósodott Szatmári László igazgatása alatt. Jóval később, 1990-ben vette fel a híres magyar zeneszerző Dohnányi Ernő nevét. Kezdetben a Fürst Sándor utca 6-os szám alatt működött központi épülete, az intézmény csak 1983-ban települt át a Ságvári Endre Magyonyvirág utcába. Zongora és vonós tanszakkal indult, 1971-ben bővült a fúvósokkal. Az elmúlt néhány évben az iskola hatalmas változásokon ment keresztül. A 2011-12-es tanévben Sánta Ferenc helyére Farkas Márta igazgatónő került. Új vezetés, új elképzelésekkel. Riportunk annak ered nyomába, merre vezet ez a megújulás. Először az új igazgatónővel ismerkedtünk meg. Üdvözlöm! Kedves igazgatónő, egyelőre keveset tudunk önről. Kérem, mutatkozzon be néhány szóban, hogy megismerhessék a kerület lakosai. Honnan érkezett, milyen hangszere játszik? Köszönöm szépen a kérdést, ezt még nyilvánosan nem kérdezte meg tőlem senki, és nem is volt rá alkalmam válaszolni, úgyhogy szívesen beszélek róla. Székesfehérvárról érkeztem, ott tanultam, és aztán a főiskola elvégzése után oda kerültem vissza, akkor zeneiskolába, aztán később szakközépiskola is lett, és az ottani intézménynek 10 évig voltam igazgató helyettese. Azért volt egy nagy dolog, egy nagy előrelépés, mert nem csak általános iskola, nem csak zeneiskola volt, hanem szakközépiskola, 14-18 éves gyerekekkel foglalkozni, őket a pályára irányítani, az egy klassz dolog volt. Az igazgatónőt ezután terveiről kérdeztük. Az új vezetés az iskolai, helyi, sőt hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére még több figyelmet szentelne. De talán a sokat emlegetett gazdasági válság miatt is az utazások, külföldi szereplések álma komoly nehézségekbe ütközött az idén. A fejlesztésekhez az iskolának komoly anyagi támogatásra volt és van szüksége. Ehhez elsősorban a helyi polgárokat nyeri meg újra és újra magának. A jótékonysági koncerteknek nagy hagyománya alakult ki az évek során, a megkérdezett tanárok egyöntetűen a közönség zenei nyitottságát, a különböző zenei műfajok iránti befogadó készségét dicsérték. Ebben az iskola sikeres műsorpolitikája is szerepet játszik, ahogy a könnyű zenétől a komoly zenéig lépésről lépésre vezeti a különböző korosztályokat. Emellett a felvételi tapasztalatokról, a legkeresettebb hangszerekről és a legnépszerűbb zenei műfajokról is érdeklődtünk. Így vallottak erről a megkérdezettek. Én azt gondolom, hogy a lőrinci lakosság az nagyon zenebefogadó. Tehát én ez alatt a 14-15 év alatt én azt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak a zenére, mindenfajta zenére, szeretik a klasszikus zenét, de nyilvánvaló, hogyha bizonyos kamaraformációk, zenekarok egy kicsit a könnyebb műfaj fele hajlanak el, azt is nagyon nagy szeretettel fogadják be és élvezettel.
A műsorpolitika hatása is ez, mert picit könnyű zenét is becsempészük a repertoárba, úgy az énektanszakon is, mint például akár a fúvosok is, meg a sőt a vonos zenekar is. Tehát filmzenéket játszunk, híres műzikelekből játszunk, és így sokkal jobban megfogjuk a közönséget, és így be tudjuk csempészni a klasszikus zenét is. Az igazgatónőt a tanszakok fejlesztésére vonatkozó terveire is kitért. Ha elsőre nem is 100 tagú kis hegedű zenekar, de egy 20-50 tagú hegedű zenekart szeretnék létrehozni, és akkor ezekkel a kicsi gyerekekkel, kis hegedőkkel, kis műsorokkal népdalokat kezdenénk játszani. Én azt gondolom, a népdalok úgyis a magyar zene kincsei, ezeket a népdalokat is tudjuk népszerűsíteni, és talán a hangszert is tudjuk népszerűsíteni, és kedvet kapnak a gyerekek, hát ha sikerül aztán felduzzasztani ezt a 20-50 tagú kis hegedű együttest, mondjuk egy magas, nagyobb létszámú együttessé. Eszünkbe jutott a tehetséggondozás is. A zeneiskola új alapítványa ehhez kíván anyagi alapot nyújtani. Van az iskolának egy új alapítványa, erre az alapítványra ugyanígy szeretnénk gyűjteni. Ennek az új alapítványnak a célja a gyerekek tényleges támogatása. Ez az alapítvány a tavasszal lépett életbe, és támogatást már is elkezdte osztani a gyerekek felé. Ezt azzal hoztuk létre, azzal a céllal hoztuk létre ezt az alapítványt, hogy ténylegesen azokat a gyerekeket, tehetséges gyerekeket és tehetséges tanárokat is tudjuk jutalmazni, akiket esetleg anyagilag nem tudunk úgy támogatni, viszont azért a hangszerek sokba kerülnek, ahhoz, hogy egy tanár, egy kezdő tanár mondjuk egy jó hangszeren tudjon elkezdeni játszani és tanítani, tehát ez pénzbe kerül, akár ilyen esetben is tudjuk támogatni, és ne csak a gyerekeket, hanem a pedagógusokat is. És mindazokat, akik az iskola életében vagy a kerület életében zeneileg valamit letesznek az asztalra. A tehetségek felfedezésének gondozásának sikerét a diákok eredményei is bizonyítják. A 2011-12-es tanévben fővárosi döntőben 3 arany, 3 ezüst és 2 bronz minősítést hozott el Dohnányi Növendék. Országos szinten 4 arany, 1 ezüst és 2 bronz született számukra. 2 győztest is megkérdeztünk a sikertitkáról. A sikertitka az legfőképp a gyakorlás, sok munka, és hát sok díjat elértem, de a legcsillogóbb díjam az nemrég történt. A 3. Rados Dezső hegedű versenyen nyertem egy arany fokozatú díjat. Rengeteget kellett gyakoroljak ahhoz, hogy el tudjam ezt érni. Én voltam a legfiatalabb a korcsoportomban, de így is azért örülök ennek az aranyéremnek. Gregor József országos énekverseny, ahol 2. helyezést értem el. A Simándi József országos és nemzetközi énekverseny, ahol döntős voltam. Az Ádám Jenő énekverseny, ahol 2 külön díjat hoztam el, és legutóbbi idén tavasszal a Balassagyarmati magánénekesek találkozója, ahol első lettem műdal és opera kategóriában is. Saját tapasztalatainkból is kiindulva hangot adtunk kételjeinknek. A győztesek után mestereiket kérdeztük. Megéri-e manapság zenei pályára irányítani a diákokat? Kérdésre válaszolok. Mennyire érdemes ma orvosnak menni? Mennyire érdemes ma jogásznak, ügyvédnek menni? Én úgy gondolom, hogy aki tényleg a pályára való, és ez az útja, az meg fogja találni. Adódott a kérdés, a nehézségek ellenére kitartó tanítványaikat milyen tanáccsal bocsátanák el a zenei pályára? Én mindig azt mondom a gyerekeknek, először is legyen hangszere, mert a cselló az olyan, ugye, hogy akkor fogom elővenni, hogyha ott van otthon, és nem az iskoláit kölcsönzöm. Legyen hangszere, és akkor bármikor előveheti, hogyha szomorú, vagy jókedvű, vagy bármilyen ok miatt. És vannak ilyen növendékeim, az újházi gyerekek, akik ma is aktívan zenélnek, és óvodáskoruktól végig jártak a zeneiskolába. És tulajdonképp ez annyira fontos, hogy legyen mihez fordulni akkor, amikor az ember elkeseredett. Ennyi kitartó munka jutalmat érdemel. Mindannyiukat megkérdeztük, mit kívánnának az iskolának az elkövetkezendő évekre. Eléggé kinőttük most már ezeket a tantermeket, sokan vagyunk, és talán 12 tagiskolában dolgozunk ahhoz, hogy a gyerekek kapjanak elegendő
zenei órát. De az Angyaltól egy koncerttermet szeretnénk kérni. Egy sikertörténet, egy zeneiskola, valamint egy várhatóan fényes jövő. A fáradtságos, ám de eredményes munka kitűnő példája. Egy hely, amely kultúrát odaadóan támogatja a zene erejével. Sok szerencsét kívánunk a további munkához! A következőkben két srác jön a kurzusról. Domi és Szelim nagyon régóta szerették volna megtudni, hogy kik azok a híres emberek, akik itt laknak a kerületben. Vadon Jani, egy kereskedelmi rádió műsorvezetője, személyes élményeit is megosztotta, melyek egészen az általános iskoláig nyúlnak vissza. Sziasztok! Itt vagyunk a Kossuth téri parkban, Domi és Szelim, és kerületünk egyik híres vadonjával fogunk interjút készíteni. Vendégünk nem lesz más, mint Vadon János, a Köszöfem egyik műsorvezetője, aki a kerületünkről fog beszélni. Ezzel a parkkal kapcsolatban az első konkrét emlékem az szerintem valamilyen majális vagy juniális lehetett, mert hogy itt volt mögöttünk egy ilyen ifjúsági parkszerűség. Itt rengeteg koncertet rendeztek annak idén, és én gyerekfejjel járogattam ki ezekre a rendezvényekre, megnézni, mit tudom én, Hobót, Deák Bill Gyulát, stb. De még nagyon pici voltam, úgyhogy igazából csak a millió volt az, ami megfogott, nem is annyira a zene. Meg nagyon vagánynak tartottam, hogy az egyik általános iskolás osztálytársamnak a bátyja az minden egyes ilyen juniális vagy majális alkalmával valamelyik ilyen villanyoszlop alatt feküdt félrészegen, és ez nekem nagyon tetszett, hogy mert ő rocker volt, és már akkor is így én is ebbe az irányba tendáltam, és nagyon menőnek tartottam, hogy a Lajos az így tolja. Aztán mondjuk ebben a dologban nem követtem nagyon a nyomdokait, mert abstinens lettem. Hol jártál iskolába? A Béketér környékén, a Kassó utcai általános iskolába jártam, illetve a Brassó utcaiba. Van itt egy nagyon szép első világháborús emlékmű, ami most sajnos nem látszik. Azt is gyerekkoromban nagyon sokat nézegettem, mert mindig vonzottam a téma iránt egyrészt, másrészt pedig ez egy tényleg nagyon szépen sikerült, elég realista szobor. Nem gondolta nagyon túl a művésze a történetet, és egy ilyen akciódús kompozíció. Aztán itt van mögöttünk az egykori Steinmetz gimnázium, most, hogyha jól tudom, ez a Hunyadi gimnázium. Ez egy olyan hely volt, ahova én valószínűleg csak vágyakoztam. Hát nem valószínűleg, tudom, mert hogy nem ide jártam. De szerettem volna ide járni egyébként, mert rengeteg jó csaj volt. Az idei olimpiát talán még inkább közelebb érezheted magadhoz, mint az eddigieket, ugyanis ugye futottál az olimpiai lánggal. Milyen nézés volt ez? Én először elsegítem, és hát kicsit még most sem hiszem el, hogy ott voltam, bár hála Istennek ott vannak a videófelvételek, ott vannak a fotók, és hogy a srác vagy nagyon hasonlít rám, vagy van egyik ertesten, amit édesanyám eddig letagadott, hát az is olyan, mint én. És egyszerűen hihetetlen, felfoghatatlan élmény volt. A kedvenc helyeid itt a kerületben? A legnagyobb kedvenc az egyértelműen a Halmi erdő, ami ott van a közelünkben, gyakorlatilag a fél gyerekkoromat ott töltöttem. Szórakozó helyek, hát itt volt annak idején a Zengő vendéglő, itt mögöttünk, de oda nagy fiúk jártak, az Aranykalász egy picit lejjebb, de oda még nagyobb fiúk jártak. Szerintem a mozik voltak azok, egyébként amik már sajnos eltűntek innen Lőrincről. A mozik voltak azok, amik leginkább így meghatározták így a gyerekkoromat, mint ilyen szórakozási lehetőségek. Ugye a Béketéren volt a Liget mozi, itt a Szarvascsárda térnél mellettünk a Madács mozi, egy picit feljebb pedig a Fórum. Három mozink is volt, most már sajnos egy sincs, illetve még volt Pesszent Imrén a Balassi mozi. És ezeket így ilyen vetésforgószerűen mind folyamatosan látogattam, nagyon nagy szerelmem volt a filmművészet, meg úgy általában ezek a dolgok, amik így kapcsolódnak hozzá, ez mind a mai napig tart egyébként. Meg ott volt a mostani Zila cukrászda, kávéház, ami akkor május egy strand képen vagy néven funkcionált, és az is még egy olyan hely volt, ami még egy ilyen emblematikus helye volt Lőrincnek. Hát sajnos ezek a dolgok már így eltűntek, illetve hát mondjuk gyakorlatilag így visszakapta többé-kevésbé a régi funkcióját az Zila kávéház, mert ugye az egy ilyen nemzeti, nem csak hogy mondták azt, egy ilyen lövölde volt, vagy céllövő egylet volt annak idején, hogyha jól emlékszem, igen. Igen, mondjuk most nem nagyon lövöldöznek benne, de minden esetben az épületet felújították, megcsinálták, úgyhogy visszakapta azt a régi patinás fényét. Téglagyári megálló?
téglanyári megálló, hát az itt van ugye mögöttünk, ez egy viszonylag friss hely, nem is tudom, hogy azelőtt itt mi volt. Nem, a téglanyári megállóban nem járok, nekem korán kell feküdnöm, mert másnap egy reggeli rádióműsort csinálok, meg ugye a feleségem, meg gyerekem van, úgyhogy csajozni se lehet, berúgni se lehet, nem, papucs lettem, bocsánat. Mit tudnál tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik szeretnének elhelyezkedni valahol a médiában? Legyenek nagyon türelmesek, minden lehetőségnek örüljenek, tehát hogy nem kell semmiből sem hiúsági kérdést csinálni, és nem úgy kell hozzáállni a dologhoz, hogyha nem az a pénz, amit megálmodtam, hanem az a lehetőség, amit megálmodtam, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, hogy szeretnénk. Mindenből lehet tanulni, minden egyes pozíció, minden egyes poszt, minden egyes munkakör, egy televízióban vagy rádióban az egy olyan dolog, amit meg kell becsülni. Érezzétek jól magatokat abban, amit csináltok, ez a lényeg, nem pedig az, hogy mit csináltok. Ez volt a Hello TV 18. Egy hét múlva ismét jelentkezünk, amikor azt is megtudhatjátok, hogy mire érdemes figyelni, mikor Facebookoztok. Sziasztok!